Több száz diófa áll ezen a tarpai ültetvényen. Még nem kezdődött el a betakarítás, viszont már most látható, hogy a nagy meleg, a jég és aztán az eső hiánya a fákon és az idei termésen is nyomot hagyott. Február 10 -e körül itt ebbe a 8 kilométeres áttérbe ezeket a fákat három méter magasan elebb a víz. 13-án történt meg egy árvízi keresztül egy vízkérengedés, amivel próbáltuk most a térségetnek a az anyagnyerő gödreit, erdőket, meg különböző csatornákat feltölteni. Először is volt egy, volt egy nagy vízmennyiség, ami más, egy, egyik oldalt rossz, a másik oldalt pedig én azt mondom, hogy jó, mert van ez a dióborok forró légy, aminek a tulajdonsága az, hogy a talajba tele lát. Na most ezzel a nagy vízmennyiséget ezek elpusztultak. Utána következett egy, egy ég, ami megütötte az őrkopáncsba, és most azt mondható, hogy több mint másfél hónap után óriási szárosság. 35-38 fok meleg. A hazai dió kivitele híjes dió és diópél formájában is folyamatosan csökken. Guti Rudolf elmondta, a piacot az utóbbi időben több tényező is befolyásolta. 2023-ra, amikor szabadon beáramlott rengeteg dió Romániából, Románia, Moldávia és Ukrajnán keresztül. Ezek a diók az ár, ezek a, a piacárokat nagyon lehúzták, olyan szinten, hogy a meglévő kereskedőink is, akikkel 20 éve vagyunk kapcsolatban, azok is inkább átálltak ebbe a, az irányba, hogy legyen, legyen, egy köztes elfogadható minőség, és olcsó, olcsó, minden ócsó. Nem vették azt figyelembe, hogy milyen növényvédőszerekkel, mivel vannak ezek az áruk kezelve. Ezek kikerültek a, a piacra, bekerültek a fogyasztókhoz, de is hát nem mondjam a visszajelzéseket, szóval a két valamilyen áruhoz, akkor ez észrevette, hogy az igazából egy túl vegyszerezett dologról van szó, meg volt benne talán még 22-es, 21-es áru is, ami be volt ragadva. Le, talán az is lehet, hogy emiatt volt ez, a, ez az áru is ilyen olcsó, eladhatatlan volt. A másik olyan növényvédőszereket használnak, meg olyan kemikáliákat, ami, ami őket nem kollátozza, nincsenek semmilyen határok közé beszorítva. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett dió szakmai napon az ágazat szereplői arra jutottak, hogy egy úgynevezett intenzív termesztés technológia az, amelyel növelni lehetne a termés átlagot. Hát az intenzív termesztés technológiát ott 250 darab per fa per hektárba jelölték meg, hagyták jóvá. Én azt mondom, hogy ezen a részen, ezen az átöleten ez nem működik. Egyrészt ide nem telepíthető kerítés, a másik az, hogy itt ebben az ültetvényben vagyunk, ez 11 11 es és 10 10 es térelásban van. Ez 23 éves. Most is nagyon nagy beavatkozásokat kell végezni, hogy a 17-18 méteres diófákat le tudjuk fújni. Egy külön permetezőt készítettünk erre a célra, és utólag kiderült, hogy ez a permetező is kevés volt a lóerő, egy 140-150 lóerős traktor kell, hogy ezt a 17-18 méteres fákat lefújjuk. A most egy 140-150 lóerős traktort egy ütetvénybe bevinni, azért ahhoz kellene megfelelő méretek, hogy ne törj össze a gyümölcsöst, meg tudjon működni a dolog. A fejlesztések megvalósításában segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak a CAP stratégiai terve forrásai, melyre első körben szeptember 10-től pályázhatnak a gazdálkodók.